Jó estét kívánok! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Ma június 7-e Róbert, Ariadné, Bogumil, Énok, Robinson és Seherezádi napja van. A Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön ma van úrnapja. Ezen a napon az oltári szentséget ünnepli az egyház. Az ünnep fő történése a körmenet, amelyen körül hordozzák az oltári szentséget díszes és talpas szentségtartóban, és abban teszik ki ünnepélyes szentségimádásra is. A nap fő eseményei következnek először röviden. Szombaton folytatódnak a kormányalakításról szóló tárgyalások. Megtartotta alakuló ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Kis és közepes vállalkozók számára szerveztek fórumot Szabadkán. Ma van úrnapja, ez alkalomból virágszőnyeget készítenek a Moholy templomban. Holnap után folytatódnak a kormányalakításról szóló tárgyalások. A szerb haladó párt alelnöke Jorgovanka Tabaković ma bejelentette, nem fognak könyörögni a szerbiai szocialista pártnak, és senki kedvéért nem térnek el programjuktól. A kisebbségi pártokkal is készen állnak tárgyalni. A szerb haladó párt folytatja a megbeszéléseket a szerbiai szocialista párttal, jelentette be ma Alekszandar Vučić. A szerb haladó párt megbízott elnöke hozzátette, minden demokratikus eszközt bevetnek, hogy megakadályozzák a nem legitim többség kormány alakítását. To ne mogu da budu pregovori dok oni ne kažu da više ne mogu i ne žele da razgovaraju sa svojim dojučerašnjim partnerima iz demokratske stranke, ali i u tom telefonskom razgovoru ja sam ukazao na činjenicu da bi za Srbiju bilo mnogo bolje da se formira potpuno drugačija vlast od one o kojoj se govori u javnosti. Tomislav Nikolić hétfőn a szerb haladó párttal, szerben pedig a demokrata párttal tárgyalt a kormányalakításról. A szerbiai szocialista párt vezetőségével szombaton találkozik az államfő. Sem a szlovén, sem a bosnyák elnök nem vesz részt Szerbia új államfőjének, Tomislav Nikolićnak június 11-i hivatali beiktatásán. A szlovén elnök nem kívánta indokolni távolmaradását Nikolić beiktatás ünnepségétől. A bosnyák elnök elmondta, hogy az új szerb elnöktől telefonon kapott meghívást a ceremóniára. Bakir Izetbegović hozzátette, úgy véli, Nikolićnak előbb bizonyságát kell adni annak, hogy kész a bosnyákok és a szerbek közötti megbékélésre. Egy nappal korábban Horvátország elnöke mondta le részvételét. Ivo Josipović nem indokolta döntését. A köztársasági, a tartományi és a helyi szintű együttműködésekről tárgyalt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Boris Tadić, a Demokrata Párt elnöke Belgrádban. A VMS a DP köré tömörülő parlamenti többség részét szeretné képezni, de a kormányzásban nem kíván részt venni, jelentette ki Pásztor István pártelnök. Tegnap Tadićcsal tárgyaltam, ma pedig Pajtićcsal. A mai beszélgetés a tegnapinak a folytatása, vagy a kettő között némi összefüggés van témák vonatkozásában. A két beszélgetés eredményeképpen az mondható el, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség mind Belgrádban, mind Újvidéken, mind lokális szinteken a jövőbeli többségnek a része fog lenni. Belgrádban, a kormányban nem kívánunk személyesen is jelen lenni, tartományi szinten, önkormányzati szinteken viszont igen, a végrehajtó hatalomban. Ezzel az az igény valósul meg, amit az utóbbi napokban folyamatosan hallok, hogy azért szavaztak az emberek ránk, hogy képviseljük az érdekeiket. Ez így meg fog valósulni. Azt gondolom, hogy fontos az, hogy a Tadićcsal megállapodtunk az együttműködés politikai tartalmáról is, és azt gondolom, hogy ezzel jelentős lépést tettünk előre. Szabadkán mi a helyzet? Hát Szabadkán elkezdődtek a tárgyalások a hét elején. Ma volt a Szabadkai Képviselőtestület alakulóülése. A mandátumok verifikálásával befejeződött, megszakadt ez az ülés, hogy teret biztosítsunk a tárgyalások további menetére. Azt gondolom, hogy ezek a tárgyalások sikeresek fognak lenni. Megtartotta alakuló ülését Szabadka város képviselőtestülete, elnököt azonban még nem választottak a testület élére. Az alig fél órás ülésen a városi képviselőtestület képviselőinek mandátumát hitelesítették. A napirendi pontok között szerepelt a testület elnökének és titkárának megválasztása, erre azonban nem került sor. Arról, hogy kik töltsék be ezeket a tisztségeket, még nem tudtak megegyezni a képviselők. Most nem a dogovora o predsedniku skupštine. Mi vodimo intenzívne razgovore sa našim budućim koalicijnim partnerima praktično od dana proglašenja izbora za odbornike. Do sada su ti razgovori išli u vrlo dobrom pravcu.
Jelenleg a legvalószínűbbnek azt tűnik, hogy Szabadkán a hatalmi többséget a Demokrata Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotja majd. Maglay Jenő, a VMS szabadkai elnöke elmondta, megkezdődtek az együttműködésről szóló tárgyalások a DP-vel. Az, hogy megszületik az egyesség, vagy nem, azt én úgy gondolom, hogy még egyenre korai előrevetíteni, de mindenféleképpen gondolom, hogy egy korrekt hozzáállás lesz a politikai pártok részéről, és a felsőbb szinteken megvalósított, vagy megegyezettek mentén fogunk haladni, akkor úgy gondolom, hogy ez a megegyezés itt szabadkai szinten is meg fog születni. A koalícióról szóló döntés 2-3 hét múlva várható. Július 2-án alakul meg Zentán az új összetételű községi képviselőtestület, jelentette be Rácz Szabó László, a testület jelenlegi elnöke. Kiemelte, a választási eredmények alapján a Vajdasági Magyar Szövetség 12, a Demokrata Párt Szerbiai Szociáldemokrata Párt Koalíció 10, a Szerbia Egyesült Régiói 3, a Magyar Polgári Szövetség 3, a Szerbiai Szocialista Párt koalíciója pedig egy képviselőt ad majd a testületbe. A községi képviselőtestület elnöke kifejtette, egyelőre semmiféle hivatalosan bejelentett koalíciós megegyezés nem született. A szerbiai választásokon résztvevő pártok kötelesek június 11-ig jelentést tenni a kampányköltségekről a korrupció ellenes ügynökségnél. A pártok, a koalíciók és polgárok csoportjai a törvény értelmében külön bankszámlát nyitottak a kampányköltségek ellenőrzése céljából. Az állami költségvetésből a választásokban résztvevők között a rendelkezésre álló összeg 20%-át, azaz egyenként körülbelül 10 millió dinárt osztottak szét, a maradék 80%-ot, azaz 712 millió dinárt pedig létszámarányosan azok a pártok kapták, amelyek a szerbiai parlament legújabb összetételében szerepelnek. Ma tovább erősödött a dinár, 0,9%-os a javulás az unió valutájához képest, az euró hivatalos középárfolyama 115 dinár 61 para. A szerb valuta ezen a héten kezdett erősödni, előtte hetek óta mély repülésben volt. Idén a szerb nemzeti bank a bankközi devizapiacon már 1 milliárd 288,8 millió eurót volt kénytelen eladni, hogy enyhítsa a túlzott árfolyam ingadozást. A dinár az euróhoz képest egy év alatt 14,6%-ot romlott. Drágul a disznóhús, a szakemberek szerint a hízóállomány csökkenése, valamint a dinár gyengülése okozza az árak emelkedését. A disznó élősúlya egy hónap alatt 20%-ot növekedett, a hús ára pedig 495 dinárról 549 dinárra emelkedett. A vajdasági befektetési lehetőségekről és a határon átnyúló gazdasági kapcsolatokról is szó volt azon a szabadkai üzleti fórumon, amit a kis és közepes vállalkozók számára szervezett a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Nemzeti Külgazdasági Hivatal. Ebben a fél évben ez már a negyedik találkozó, amit megrendeztek. Vajdaságban a mezőgazdaság és az ahhoz kapcsolódó élelmiszeripar lehet a legjelentősebb befektetési ág a külföldi, így a magyarországi beruházók számára. Szerbia nagy mennyiségben termeli a mezőgazdasági termékeket, és csak nyers termékként exportálja, így nincs meg az a hozzáadott érték, amit a feldolgozott termékkel megkaphatna. Éppen ezért ebben az iparágban van a legnagyobb szükség befektetőkre. A válság miatt elmondhatjuk, hogy az utóbbi időben sajnos nem olyan mértékű a befektetések alakulása Magyarországról, de például már a tavalyi évben egy jelentős emelkedés, egy körülbelül a tavalyi, tehát 2011-ben háromszor annyi befektetés jött Magyarországról, mint 2010-ben. A szerb és magyar kis- és középvállalkozások egymás piacaira való bejutásához nagyban hozzájárulhat a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara is. Eddig mintegy 50 taggal rendelkeznek. Többségében magyarországi vállalkozások csatlakoztak a kamarához. A szegedi székhely mellett Szabadkán és Újvidéken is van irodájuk, mondta Kovács László, a kamara elnöke, aki arról beszélt, hogyan tudnak segíteni a vállalkozóknak. Kamarai irodahálózatra építve jogi, gazdasági és egyéb tanácsadással, piackutatással és ezekkel tevékenységével, partnerkereséssel, partnerkapcsolatok megtalálásával. Azoknak a cégeknek, amelyek külföldön rendelkeznek leányvállalattal, sokat segít egy olyan bankrendszer, ami lehetővé teszik a hiteleik és garanciáik átvitelét egy másik országba. Pénznek a átfolyás az ország határon az egy nap alatt megvan, míg ha pénz több bankot megjár, akkor az viszi az időt, és mint tudjuk, az időpénz. A nagy beruházásoknak eddig mintegy 10%-a veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Együttműködési szerződést írt alá a Pannónia Alapítvány és a Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége. Ezzel megkezdték közös munkájukat.
A Mária Rádió 2008 óta a térség legjelentősebb katolikus műsorokat sugárzó médiuma. A fejlődés azonban mindig elengedhetetlenül fontos. Ehhez járul hozzá az új partnerek és munkatársak szerzése. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy mi az egyház keretein kívül is találkozunk olyan médiaházakkal, akikkel tudunk együttműködni. Nyilvánvalóan, hogy a Pannon Televízió és Pannon Rádióval különlegesen azért fontos az együttműködésünk, mert mind a ketten a magyar területen, magyar lelkiségben munkálkodunk. A Mária Rádió és a Pannon RTV ezentúl megosztja egymással a kulturális, történelmi és vallási műsorait. Ez a nemzetegysége és a magyarság erősítése szempontjából is jelentős. A Mária Rádió műsora lényegében három részből áll. Az egyik ez a vallási tanítás, ugye? Akkor jelen van itt egy úgynevezett a világcsalád által így formulált human promotion, vagyis az életvezetés segítő műsorok, ami különböző társadalmi, szociális témákról is szól. Mondjuk mi ebben hiányban vagyunk, tehát a kultúra terén is szeretnénk jobban jelen lenni. Azt hiszem, hogy ebben nagyon sokat fog segíteni a Pannon Rádió. Az együttműködés a két szerkesztőség között már korábban létrejött. Az együttműködésünk már márciusban elkezdődött, akkor kezdődött ez az egész azzal, hogy a Mária Rádió adott nekünk műsort, és azóta is folyamatosan tudjuk a vallási műsorunkban ezt adni, ezeket a műsorokat, és most odáig jutottunk, hogy mi is tudunk visszaadni. A médiaházak felelős szerkesztői bíznak abban, hogy az együttműködés sikeres lesz, és a továbbiakban is segíteni tudják egymás munkáját. Agrár- és vidékfejlesztési szakmai fórumot szervezett a Szabadkai Paraszt Egyesület a Városi Sportcsarnokban a 6. nemzetközi és regionális gazdasági vásár keretein belül. Az eseményen bemutatkozott a magyarországi Bácsalmás település Bács Flóra termelőiskolája. A Bajmok és Bácsalmás testvérvárosi együttműködése és tapasztalatcseréje több évre nyúlik vissza. A régió települései, mint általában a nagyvárosoktól távol eső helységek, munkanélküliséggel és foglalkoztatás hiánnyal küzdenek. Pár évvel ezelőtt mentünk Zalaegerszegbe egy dán típusú termelőiskolát megismerni, aminek a következménye projekten keretén belül a Bács Flóra, Bácsalmás, Madaras, Kacsmár önkormányzatok támogatásával létrejött termelőiskola, ami agrárfoglalkoztatású célt tűzött ki. Uniós források segítségével jött létre a termelőiskola. Két éves képzési programon keresztül nehézsorsú munkanélküli embereken kívánnak segíteni a hátrányos helyzetű településeken. A lényeg az iskolának az, hogy zöldségtermesztő képzéseket, illetve kerti munkás képzéseket indítottunk el, amelyhez szüksége van földterületekre, ehhez tulajdonképpen az önkormányzatok segítettek. Önkormányzati földterületek megművelésével, fóliaházak fölállításával, speciális modern mezőgazdasági eljárásoknak a tulajdonképpen a tanításával próbálunk a térségben egy kicsit előrébb mozdítani a mezőgazdasági termelést. Uniós források megnyilásával Vajdaságban is lehetőség nyílna ilyen típusú iskolák működtetésére. Tekintettel az aratás közelettére a magyar-kanizsai községben megkezdődött a betakarításban résztvevő aratócséplők, traktorok és kapcsolatú eszközök tűzvédelmi ellenőrzése. A mezőgépek tűzvédelmi ellenőrzése során a legfontosabb és a legapróbb részletekre is odafigyelnek a bizottság tagjai. A traktoron van egy szikratörő, tűzoltókészülék, hiteles-e, működik-e, tehát működőképes-e, az akkumulátorok le vannak-e fedve úgy, ahogy kell, az elektromos vezetékek el vannak-e szigetelve, ezeknek meg kell felelni a traktoroknál. A kombájoknak pedig kell még ezen kívül a tűzoltókészüléken, a szikrafogókon kívül lapát, ásó, víz és elsegélynyújtási doboz. És ugyanúgy meg kell felelni mindennek, tehát az elektromos vezetékeknek,
újaknak kell lenni elszigetelve. A termelők zöme odafigyel az előírásokra is, eleget tesz a tűzvédelmi ellenőrzés kötelezettségének, noha a kombájnok után 1200, a traktorok után pedig 600 dinárt kell fizetniük. Elég sokan eljönnek azokra a helyekre, a megbeszélt helyekre, ahol a traktoroknak az ellenőrzést végzük, és szerintem jól főkészítik a traktorjaikat, kombájaikat, mivel elég nagy a tűzvédelmi rendőrségnek az ellenőrzése. Magyar Kanizsa 13 települése közül 11 településen végzik el a tűzoltók az ellenőrzést. Az utolsóra jövő hét elején Kishomokon kerül majd sor. Kisgólyát mentettek a vajdasági áramszolgáltató alkalmazottai Palicson. A fióka az állatkert közelében található gólyafészekből esett ki. Az állatkerti gondozók azonnal a fészekből kiesett gólyafióka segítségére siettek. A fészek alatt nagyobb tömeg alakult ki, amit az anyagója nem igazán értett. Az állatorvos megvizsgálta a pórul járt fiókát, aki az esés közben szerencsére nem sérült meg. Azt, hogy jól van, abból is lehetett látni, hogy türelmetlenül követelte az uzsonnáját. Az elektrovojvodina illetékesei is a helyszínre érkeztek, az áramot kikapcsolták, és a trafon felmászva helyezték vissza a kisgólyát a fészekbe. A palicsi állatkert 2004 óta fogad be sérült állatokat. Óvári Krisztián, az állatkert biológusa elmondta, évente egy tucat sérült gólyát szállítanak be hozzájuk. Fontos, hogy felelősségteljesen gondozzák őket, elkényeztetni semmiképpen sem szabad a fiókákat, azzal ugyanis hosszú távon nagy kárt okozunk a madárnak. Az ilyen picurkáknál nagyon nagy gondot jelent az, hogy ők nagyon gyorsan kötődnek az emberhez, és megtanulja azt, hogy az ember táplálékforrás, és utána hajkurászja, látogatok az állatkertben, mert kéreget, meg leszáll az iskolába, mert kéreget. A fióka szülei is a palicsi állatkertben nevelkedtek, évekkel később építették fészküket az állatkert közelébe. Ennek oka az lehet, hogy nem kívántak megválni a táplálékforrástól. Két gólya összeismerkedett itt nálunk a menhelyen, ugye gólya bulin, és természetesen hát fészkáltak is rögtön utána itt a mögöttünk lévő trafó állomáson. Évente 3-4 fióka repül ki ebből a fészekből. A mostanihoz hasonló baleset első alkalommal történt ezzel a gólya családdal. Ma van úrnapja. Ezen a napon a Szentháromság vasárnapját követő csütörtökön Krisztus titokzatos testét, az oltári szentséget ünnepli a katolikus egyház. A vallásgyakorlat a 13. században keletkezett és máig él. A szertartás során 4 felállított oltárnál áll meg a hitközösség. Ezeken az állomásokon az oltári szentségről szóló 4 evangéliumi szakaszt olvassák fel. Az oltári szentségben, tehát a kenyér és a bor szín alatt jelenlévő Jézust ünnepeljük. Hitünknek azt a nagy misztériumát, ami igazság, tudjuk, hiszük, de egészen megmagyarázni nem tudjuk, hogy milyen módon van Jézus jelen a kenyér színe alatt és a bor színe alatt. Az úrnapja ünnep, tehát ezt jelenti, az úrnapi körmenet pedig ennek a hitnek a nyilvános megvallását. A díszes és talpas szentségtartót teszik ki az ünnepélyes szentségimádásra is, amely után megindul a körmenet. A falusiak elmondása szerint ennek is, mint minden ilyen hagyománynak, közösségépítő szerepe van. Jelentős a falu számára összetartozás jele, ez is mondom, első ízben lesz ez így megszervezve, de szerintem ez nagyon szép. Én emlékszek, mert itt születtem, és bizony olyan volt, hogy gyalog mentünk arra is, még erre is végig a falon. Lobogókkal énekeltünk, szórtuk a virágot. A sok virágszirom szórása is az ünnep szokásai közé tartozik, mivel az úrnapja idejére a természet már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt. Az ünnep legfontosabb része a körmenet, amikor a hitközösség körbeviszi az oltári szentséget. A ludasiak idén ezt kocsiukkal tették meg. Úrnapján virágszőnyeget készítenek a Moholi templomban, ez is a vajdasági magyar szellemi kulturális örökség része, amelyet a Szabadkai Városi Múzeum vándor kiállítása is bemutat. A kiállítás végállomása éppen Mohol.
Az UNESCO világörökség listájára 9 jelenséget jelöltek a vajdasági magyar közösség szakemberei, ezek között szerepel a moholi úrnapi virágszűnyeg készítés is, amely viszonylag rövid múltra tekint vissza a településen. Ezelőtt 20 évvel folyamatosan minden úrnapján délelőttjén a moholi asszonyok, kizárólag most az asszonyokról van szó, összejönnek, összeszedik a faluba található virágokat, és 4 oltár, és az főoltár elé 5 virágszőnyeget készítenek el. A hagyományt Danyi László plébános honosította meg Moholon. Korai halála után Lakatos Irén amatőr festőművész vette át a vezető szerepet a virágszőnyeg készítésben. Irén már 10 éve rajzolja fel krétával a szőnyegek mintáit a templom padlójára. Vannak itt tervek, de attól függ, milyen virág jön össze. Most szeretnénk újakat megint. Ha lesz sok fehér virág, akkor a Mária oltárhoz a Lourdes Szűz Máriát rajzolom le. Ha nem lesz, akkor kénytelenek leszünk más mintát. Hát van, amikor csak zöld van, és abból rakunk ki ilyen-olyan sugarakat meg. Ha későn van az ünnep, akkor már elvirágoznak. Most is a rózsák jó elnyíltak, de mindenki ígéri, hogy hoz. Az évek során egyetlen virágszőnyeg mint az, amit mindig elkészítenek, a magyar koronás címer, amit a főoltár elé helyeznek. A zentai cifi civil központ idén 3. alkalommal szervezi meg a Mosoly Tenger Gyermekfesztivált a Zentai Népkertben. Tavaly a Mosolytenger Gyermekfesztiválra mintegy 1500-an látogattak el. A szervezők az idei évben még tömegesebb részvételre számítanak, ezért több játékhelyszínnel várják a gyerekeket. Még több játékhelyszínt biztosítunk. Fontos egyébként a rendezvénynél, hogy a garas arra is szolgál egyébként, hogy a gyerekeket úgy kicsit csatornázzuk, azokra a helyekre, ahol talán kevésbé játszanának, ott több garas tudnak nyerni, illetve hát a legnépszerűbb rendezvény, legnépszerűbb játékhelyszínekért meg fizetniük kell a garassal. Tehát ezzel próbáljuk a tömeget eloszlatni, de azért van most sokkal több helyszín, pont azért, mert ha többen jönnek, akkor ne legyen egyfajta várakozási idő. A rendezvényen partnerként részt vesznek a helyi és környékbeli civil szervezetek, akik a játékok lebonyolítását biztosítják. Átlagosan minden civil szervezetnél 3-5 játékot lehet játszani, vagy játszani kell, vagy valamit kézügyeskedni. A legérdekesebb játékok pár is számomra a úgynevezett százlábú, különböző dobálós játékok, ahol a gyerekek ügyességére lesz szükség, de például a kézműves foglalkozások helyszínén ott lehet majd bőrkarkötőket készíteni, ronylabdát, ronybabát, fonalból különböző karkötőket. A rendezvényt június 17-én jövő vasárnap tartják meg a Zentai Népkertben. A gyerekeket délután 2 órától várják a helyszínre, ahol a nap folyamán fellép a magyarországi Alma együttes is. Megnyitotta a 2008-2012 Best of című kiállítását a Temerini Alkotó Műhely és Képzőművészeti Tábor, vagyis a TACT Szabadkán. A tábor utóbbi 4 évének legsikeresebb képeit állították ki a képzőművészeti találkozó termeiben. A vajdaságból és a környező országokból származó művészek évről évre összegyűlnek a szőreg melletti hevértanyán, hogy együtt alkossanak és közösen dolgozzanak. Ennek a munkának a gyümölcsét mutatja be a kiállítás. A megalakulása és működése, tehát a genézise az egészen a 70-es évek elejéig nyúlik vissza. A TACT-nak a közvetlen előzménye a Temerini Művelési Kör volt, amely 1973-74-ben kezdett működni, és hát különféle szakcsoportokban. Ezek pedig a képzőművészeti, irodalmi és néprajzi hagyományőrző szakcsoportok. Ezekből nőtt ki a vajdaságban és az egész térségben ma már jól ismert ifjúsági képzőművészeti mozgalom, amely egyre népszerűbb a fiatalok és az idősebbek körében is. Kezd összeállni egy érettebb, egy komolyabb művésztelep, egy komolyabb művész csapat, és hát ezeket a kezdeti próbálkozásokat, amik táborban így voltak, szóval ezeket bemutatjuk fotókon, itt a kiállításon lehet látni. 2008 óta folyamatos a tábor működése. Nem csak a képzőművészek, hanem azok is részt vehetnek a foglalkozásokon, akiket érdekel a művészet, és valami újat is megtanulnának. A TACT mai napig fontos találkozóhelye a művészeknek, nem csak a másként gondolkodóknak, hanem mindenkinek, akinek egyrészt fontos ez a vajdasági kultúra,
a közösség, stb. De akik érdeklődnek a friss művészeti folyamatok iránt is, megtalálják ott a számításokat, nagyon jó beszélgetések zajlanak. A Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor legsikeresebb művei most először láthatók Vajdaságban. Híradónk végén egy kis időjárás jelentés. A következő napokban gyakori és hirtelen hőmérséklet változásokra számíthatunk, akár napi 15 fokos ingadozásokra is. Az időjárás ilyesfajta hullámzása ártalmas még az egészséges emberekre is, de főleg a reumások, szívbetegek, valamint a depresszióban szenvedők számára kritikus. Ennyi volt a híradó, most pedig jöjjenek még egyszer a legfontosabb hírek röviden. Szombaton folytatódnak a kormányalakításról szóló tárgyalások. Megtartotta alakuló ülését a Szabadkai Városi Képviselőtestület. Kis és közepes vállalkozók számára szerveztek fórumot Szabadkán. Ma van úrnapja, ez alkalomból virágszőnyeget készítenek a Moholi templomban. Holnap a Pannongazdában a biotermesztésről lesz szó, az életmódból pedig megtudhatjuk, hogyan hat a szervezetre a nyári meleg. Ha további információra van szükségük híreinkkel kapcsolatban, akkor látogassanak el a pannonrtv.com oldalra, vagy hallgassák rádiónkat a 91,5 MHz-en. Holnap is én várom Önöket híradóval, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!